Nekem is hihetetlen, hogy már 5 nap eltelt a bombabadi programból. Este előkészítettem a tépet csirkét, hogy másnap már ne kelljen főznöm. A jó ebben az egészben, hogy nem tartalmaz egyetlen 1 g zsírt sem. 1 kiló csirke már 160 fokon kb. 1 óra alatt kész van, és ilyen nagyon puha omlós lesz. Mostanra szerencsére teljesen fölvett a szervezetem a ritmust, és hasonlóan, mint Sansa, éjszaka is ilyen jól alszom. Most már lehet kicsit unalmas, de a ma reggelt is kollagénnel indítottam. Egy adag 0 g szénhidrátot és 18 g fehérjét tartalmaz. Reggelizhetnék mást is, hiszen a receptkönyvem tele van jobb receptekkel, de annyira rákattantam az apkására, hogy semmiképpen nem akarom lecserélni. A napi szénhidrát bevitelemet igyekszem az edzések köré építeni, ugyanis így megfelelő energiával tudok nekiállni az edzésnek, és az edzés utáni regenerációban is segít a szénhidrát. Időközben felkelt Soma is, hogy gyorsan el kellett fordítanom a kamerát. Ilyenkor reggel együtt reggelizünk, mindkettőnknek elkészítem a reggelit, és utána még ő elmegy edzésre, én is megindulok. Az edzések előtt szeretek valamilyen pre-workoutot tolni, pont azért, mert sokkal hatékonyabban tudom végezni az edzést, fajta, amihez nem kell folyadék, vagy jó, de ettől függetlenül imádom. A mai napra egy felső testedzés volt betervezve, húzockodtam. A mostani programom abban is más, hogy van benne konditermi edzésterv is, úgyhogy ehhez vettem fel pár oktató videót, hogy a gyakorlatokat hogyan kell helyesen végezni. Felhívom a figyelmet a gyakori hibákra, és persze a bemelegítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. Az edzésem alapvetően bemelegítéssel együtt egy másfél órát biztosan elvesz, és hogyha még videózok is, az plusz 1 óra. Úgyhogy már alig vártam, hogy hazaérjek és megmelegítsem az ebédemet. Egyébként attól függetlenül, hogy én diétázom, Somának finomnál finomabb ételeket csinálok, ez például itt egy csirkés mac and cheese volt. Itt Lengyelországban mindenki görkorizik, biciklizik, ugyanis nagyon jók a bicikli utak. Utoljára szerintem Németországban volt rajtam görkori. Nagyon megörültem, amikor megláttam, milyen utak vannak itt, úgyhogy elmentem és vettem magamnak egy görkorit, Soma pedig elkísért. Még aki csomagolás előtt Sansával el kellett mennem állatorvoshoz, mert hát nyilván most évek óta először gyulladt be a bűzmirigye. Miután hazértünk, gyorsan beleugrottam a görkoriba, és alig vártam, hogy elinduljak. Úgyhogy itt a jó idő, azt hiszem megtaláltam a kedvenc szabadtéri kardioedzésem. Magyarországon is használnám én a görkorimat, de azért ilyen jó utak nincsenek. Másfél órán keresztül biztosan koriztam, és egy gyönyörűbbnél gyönyörűbb helyek mellett mentem el. Közben egyébként szemezgettem, hogy hol lenne jó edzős videókat forgatni. Jó párat találtam, úgyhogy ezek is majd mennek a videótárba. Úton hazafelé, képzeljétek, még egy hőlégballon is felszállt előttem. Erről a zöld területről, amiről indult a hőlégballon, nagyon sokan szoktak piknikezni, napozni, amikor jó idő van. Kicsit elment rajtam a nap, úgyhogy villámgyorsan elkezdtem előkészíteni a vacsorát, mint a gyümölcssalátát, mert eszembe jutott egy tök jó randi ötlet. Somával nagyon szeretjük egymást ilyen kis apró dolgokkal meglepni, és mivel ennyire gyönyörű helyeken jártam, úgy gondoltam, hogy ezt muszáj neki megmutatnom. Másnap neki súlymérés volt, én pedig diétázom, úgyhogy csomagoltam salátát mindkettőnknek, valamint egy kis gyümölcsöt, innivalót, edzésről hazafele fölvett. Neki egyébként nem mondta már, hova megyünk, úgyhogy egész odafele úton kérdezgette, hogy mit csinálunk. Hát ezt a kis elbűvölő helyet találtam. Vittünk magunkkal plédát, beszélgettünk, jól éreztük magunkat, megbeszéltük, hogy kivel mi történt aznap, és Sansa is kedvére szaladgálhatott.